Az ülés elején a képviselők köszöntötték az országos bajnok sakcsapatot, valamint a női asztali tenisz együttest és a Kempó klub világbajnokait. Brunswick Tünde képviselő beszámolt a városi sportklub kézilabda sikereiről, Haxter Roland pedig a birkózó klub eredményeit ismertette. A Csallóközi Tánc Együttes és a Novus Ordus diák színpad sikeres szerepléséről is beszámoltak a csoportok vezetői. A képviselők ezt követően megkezdték az érdemi munkát és jóváhagyták az önkormányzat 2016-os évi számvitelét. Hájó Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a város a tavalyi évet 970 ezer eurós többlettel zárta. Dunaszerdahely a stabil fejlődési feltételekkel rendelkező városok közé tartozik, ez derül ki abból a felmérésből, amely során a szlovákiai települések gazdálkodását vizsgálták. A jó gazdálkodáshoz hozzájárult a közbeszerzések hatékony lebonyolítása és a növekvő adóbevételek. A kint lévőségek behajtása területén azonban még vannak tartalékok. Emelkedtek a kultúrára, a sportra és szociális tevékenységekre szánt támogatások, az iskolai alkalmazottak pedig 6%-os béremelést kaptak. Az elmúlt évben utca és járda, valamint játszótér felújítások valósultak meg, emellett iskola és óvoda modernizálást hajtottak végre. A városi hivatal módosította az elektronikus rendszerét, hogy lehetővé váljon az elektronikus ügyintézés. A képviselők döntöttek a 2017-es városi költségvetés módosításáról is. Hodosi Szabolcs a pénzügyi bizottság elnöke felolvasta a polgármester levelét, amit a bizottságnak küldött. Hájó Zoltán felmondta az új szolgálati autó megvételére vonatkozó szerződést, a gépkocsi leasingelésének idei költségét, a 15 ezer eurót pedig a barátságtéri óvoda felújítására kérte átcsoportosítani. A barátságtéri óvoda felújítására egyébként további 70 ezer eurót fordít az önkormányzat. A szülők korábban petíciót írtak, amelyben kérik az intézmény épületének modernizálását. A testület jóváhagyta azt a minden frakció által támogatott javaslatot, hogy a jövőben csökkenjen a megválasztható városi képviselők száma. A következő képviselőtestület már csak az eddigi 25 helyett 21 tagú lesz. Változik továbbá a választókörzetek száma 5-ről 4-re csökken. Az ötös számú választókörzet megszűnik, az eddig ide tartozó választópolgárok más körzetbe kerülnek. A választókörzetek megváltoztatására azért volt szükség, mert az egyes körzetekben aránytalan volt a választók száma, Sikabony városrész lakossága például folyamatosan emelkedik.